Köszöntöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Tiszafüred polgármesterét, Újvári Imrét. Köszöntöm polgármester urat, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket és a rádió hallgatókat. Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést vezetett be. Hogyan fogadták ezeket az intézkedéseket a tiszafürediek? Az emberek nagy része pozitívan fogadta ezeket az intézkedéseket, hiszen ez mind az ő életük és az egészségük védelmében hozott intézkedés, és én azt tapasztalom, hogy Tiszafüreden az emberek komolyan is veszik a kijárási korlátozást, az operatív törzs ajánlásait, ezeket a szabályokat, de természetesen mi is minden kommunikációs csatornán igyekszünk felhívni a lakosság figyelmét ezeknek a szabályoknak a betartására, hogy a közterületen ne csoportosuljanak, tartsák a megfelelő távolságot, ha lehet, akkor intézzék el az ügyeiket, például a 65 év felettiek, ugye a 9 és délig tartó időintervallumban. Tehát én azt látom, hogy a lakosság az intézkedéseket pozitívan fogadja, sőt, még többen esetleg ezeknek a szigorítását is javasolják, vagy várnák, mert a legtöbben érzik ennek a súlyát, hogy a járványnak a terjedését csak így tudjuk lassítani, és az egész helyzetet így tudjuk minél hamarabb átvészelni, hogyha otthon maradnak. A kormány első intézkedései között szerepelt a digitális oktatásnak a beindítása. Hogyan valósult meg ez önöknél, és milyenek a visszajelzések a szülők részéről? Tiszafüreden is ugye vannak általános iskolák és középiskolák, amikor elkezdődött az átállás a digitális oktatásra. Természetesen minden intézménnyel tartottuk a kapcsolatot, a tankerület vezetőjével, a tankerület fenntartásába tartozó iskolákkal, valamint az egyházi iskolákkal is, és mindenhonnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy zökkenőmentesen történt az átállása a digitális oktatásra. A közétkeztetés hogyan valósul meg a településen? A közétkeztetés továbbra is az önkormányzat feladata, tehát azok a gyermekek, azok a szülők, akik igénylik a közétkeztetést, azt továbbra is biztosítjuk, mégpedig oly módon, hogy a közétkeztetést végző cégnek a konyhájára el kell menniük, és ott egy eldobható tárolóedénybe megkapják az élelmet, és azt haza tudják vinni. Tehát abszolút biztonságosan a személyes kapcsolatok minimalizálásával történik a közétkeztetés bonyolítása. Néhány száz ember veszi igénybe, természetesen nagyságrendekkel kevesebb, mint normális időszakban, de a közétkeztetést az önkormányzat azt folyamatosan biztosítja azok számára, akik ezt igénylik. Az idős, vagy egyedül élő emberek részére a település miben és hogyan tud még segítséget nyújtani? Az önkormányzatunk létrehozott egy zöld számot, egy 24 órában hívható zöld számot, amelyet hívhatnak azok, akik ellátást igényelnek, akik nem tudnak magukról gondoskodni, az idősek, illetve a rászorulók, és ezen a zöld számon lehet igényelni ebédszállítást, de akár vásárlásban, vagy a gyógyszerkiváltásban is segítünk. Ez mind a három működik, tehát követjük a számokat, talán pont a héten készült legújabb kimutatás, egyedik közel 100-on kértek segítséget a március 19 óta működő zöld számon, és mind a három segítség formában nyújtottunk, tehát segítséget, tehát az élelmiszer vásárlása, a bevásárlása, a gyógyszerkiváltás, illetve az ebédszállítás is. Az önkormányzatunknak van egy szociális konyhája, ahol tudunk főzni, és kiszállítással biztosítjuk az ebédet igény szerint. Ebbe a polgárőrök is segítenek, önkéntesek, valamint még ilyen élelmiszer típusú segítséget nyújtunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött együttműködésünknek köszönhetően. Hetente, két hetente kapunk élelmiszert, amelyet élelmiszercsomagokra osztunk ki, és ezeket is az egyedül élő időseknek, rászorulóknak a családsegítő szolgálat koordinálásával osztjuk ki. Tiszafüred turisztikai célpont, számos beruházás valósult meg a településen. Hogyan tovább adódik a kérdés, illetve ugye a kormány intézkedései alapján a húsvéti ünnepek ideje alatt a polgármestereknek adott egy olyan jogosítványt, ami alapján plusz intézkedéseket vezethettek be. Melyek voltak ezek, és hogyan fogadták? A
járvány ellenére a beruházásaink folytatódnak. Tiszafüreden gyakorlatilag 2014 óta folyamatosan zajlanak az építkezések már harmadik éve. Most lépett a leglátványosabb szakaszába ez az építkezés, hiszen jelenleg közel 1,5 milliárd forint értékű beruházás van folyamatban egyszerre a város több pontján. Átépítés alatt van a Szabadstrand, ez most körülbelül 50%-on áll, illetve az új főtér, a belváros átépítése, felújítása, a forgalmi rend átalakítása, a közlekedés fejlesztés, az pedig a teljes belvárost most érinti. Ezért jelentős forgalomkorlátozások vannak a városban, de egyébként például a Nyúzógáspár tájházunk is felújítás alatt van. Tehát ezek a beruházások a járvány ideje alatt is folytatódnak. Nem is történt semmi olyan rendkívüli esemény, ami ezeknek a beruházásoknak akadályozná az előrehaladását, és a kormánnyal, valamint a megyei önkormányzattal nagyon jó együttműködésben minden segítséget megkapunk, amelyek a beruházás előrehaladásához szükségesek. Ugye jelenleg többet forrásigényünk van beadva a magyar kormányhoz, várjuk a pozitív döntést. Például már a Kossuth iskola felújításához márciusban egy pozitív kormánydöntés értelmében több mint 100 millió forintot kapott a Karcagyika tankerület fenntartásába tartozó Kossuth Lajos általános iskolánk. A beruházásaink folytatását tervezzük, és lényegében a határidő csúszás az, ami esetleg a járvány miatt előadódhat. A kivitelezők már jelezték is, hogy a határidők módosítását kérelmezni fogják, ezeket a szakértőinkkel egyeztetve előkészítettük. A kormány által a polgármesternek adott jogosítvánnyal természetesen mi is éltünk, tekintettel arra, hogy Tiszafüred egy turisztikailag frekventált hely, és a jó idő, amikor megszöntött még a húsvét előtti hétvégén, azt tapasztaltuk, hogy százával jöttek a turisták a Tiszapartra, ezért húsvétkor gyakorlatilag napról napra vezettünk be korlátozó intézkedéseket, illetve szigorítást. Ez volt az első olyan hétvége, amikor élni lehetett egy ilyen jogkörrel, tehát ez még számunkra is új helyzet volt. Lényegében itt nem volt korábbi tapasztalat, ami alapján tudtunk döntéseket hozni, tehát itt folyamatosan új helyzettel szembesültünk, de lezártuk a parkolókat, lezártuk a turisztikai övezetben, az üdülőkörzetben lévő összes parkolót, fizikailag is, tehát viszaki zárral láttuk el, ezen kívül a Tiszaörvényre vezető Füredi utat, illetve a Halastérre, a Tiszapartra vezető Ady Endre utat is úgy lezártuk, hogy ellenőrző pontot állítottunk fel, és közterület felügyelő polgárőr, valamint a rendőrség bevonásával a turistákat vissza kellett fordítani, vissza is fordítottuk, és csak aki Tiszafüredi lakcímkártyával érkezett, vagy hozzátartozóját jött esetleg meglátogatni, úgyhogy ellátásban segíteni neki, illetve akinek ingatlan tulajdona van Tiszafüreden, azokat engedték át, tehát így több száz autót és kerékpárost kellett visszafordítani. Erre a hétvégére, ami mindig előttünk van, erre már még szigorúbb intézkedést fogunk hozni. Konkrétan lezárjuk a várost, Tiszaörvény, Kócsújfalú település részeket is, és csak a 33-as átmenő forgalmát fogjuk biztosítani, és a 33-asról bevezető utakon kereszteződésekben mindenhol egy polgárőr fog állni, és csak azok mehetnek át a városon, akik átmenő forgalom miatt haladnak át, illetve aki bejön, az pedig lakcímkártyával rendelkezik, ingatlan tulajdona van Tiszafüreden, azok jöhetnek, valamint a közterületen való tartózkodást is megtiltjuk, kivéve ugye, ami a kormányrendeletben alaposítókkal történő lakhelyhagyást engedi. A veszélyhelyzetben milyen az együttműködés a térség országgyűlési képviselőjével, F. Kovács Sándorral, és a megyei közgyűlés elnökével, Hubay Imrével? Hát mind Kovács Sándor képviselő úrral, mind pedig Hubay Imre elnök úrral napi kapcsolatban vagyok. Folyamatosan egyeztetünk, és mind a ketten ellátnak azokkal a hasznos tudnivalókkal, amelyek segíthetik az önkormányzat védekezési feladatait. Ugye Hubay Imre elnök úr közreműködött abban, hogy összegyűjtse azokat a oldalakat, azokat az információs csatornákat, amelyek az otthon tartózkodást kényelmesebbé teszik, valamint a tájékozódást, de
Kovács Sándor képviselő úr pedig folyamatosan tájékoztat bennünket azokról a kormányzati döntésekről, illetve azokról a segítségnyújtásokról, amelyeket a kormány biztosít. Legutóbb például a kormány gazdaságvédelmi akcióterve keretében a vállalkozásoknak, a munkáltatóknak és a munkavállalóknak egy új kormányrendeletet hoztak, annak a magyarázatában nyújtott segítséget. Polgármester úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!